Nos, hát üdvözlök mindenkit, én Bazsa vagyok, és itt vagyok egy újabb videóval. Hát ebben a videóban folytatjuk a NCIG végigjátszásunkat. Ugye előző részt ott hagytuk abba, hogy Szovjetunióval egész szép kis határt sikerült itt létrehozni. Igen, és hát brutálisan jól állunk. Na de, amit nagyon fontos lenne nekem megtennem, az, hogy el fogok különíteni egy hadsereget itt a francia, illetve normandiai területekre, illetve ugye Spanyolország is benne van a factionbe, spanyolokat is jó lenne úgymond bevédeni valamilyen úton, módon. Ez viszont az fog kelleni, hogy legyen elég egységünk, és ugye a Szovjetunióval is tudjuk tartani a harcot. Na, tehát akkor van itt nekünk úgymond körülbelül egy 120 egységünk, plusz-minusz valamennyi, és ide most promotálni fogok parancsnokokat, hogy nekik legyenek parancsnokaik, mára hogyha tudok, de sajnos nem tudok. Jó, hát akkor így ennyi lesz. És akkor ez az 52 egység pedig nagyon gyorsan, nagyon agresszívan el akarja majd itt intézni nekünk a brit partra szállókat. Így bizony, most így nagyjából meghúzom a vonalat, hogy jöjjenek erre, erre, irány Brest, ez nagyon fog kelleni. Nantes, Lorient, Le Mans, és akkor szépen jöjjenek. Itt pedig ugye van nekünk ez 24-es divízió. Hát ide pedig azt fogom meglépni. Szerintem ezt az egész 24-es egységet áthozom oda. Ígyni. És neki adok egy új Field Marshalt. Így bizony. Akkor viszont itt inkább mégiscsak az lesz, hogy ezt itt megteszem, ezt a brazil egységet lerohanom. Jó, ők itt végig mennek, és igen, most itt egy kicsi kalamaika következik be, ami egy részen fájdalmas lehet, de hát meg kell oldanom. Illetve, hogy a 12 divízió itt el is készült. Ez a 12 divízió, ez szépen szét fog oszlani náluk. Így bizony. Jó, ami nagyon szuper, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit szerettünk volna. René felé feljövünk. Itt pedig megint csak ugye ezt a négy szovjet egységet el kéne pusztítani. Így. Jó. Gyorsan ide is betámadunk. Így bizony. Oké. Okay. Tábornák ki lett takarítva. Nagyon szuper. Monakóba ellenséges egységek szálltak partra. Azt is meg kell oldani. Tehát a Cherbourgba is menjünk be. Itt Nantesnál nem szabadna elengedni ezt a jó per szövetséges tankot, meg divíziót, nem is engedjük el. Jó, viszont Alessandriából ki akarom őket tolni, illetve Genoából is, menjenek vissza a helyükre.
Az arra lennék kíváncsi. Igen, ez itt támadható terület. Jó. Nagyon jó. Akkor be is támadom, és őket itt most gyorsan eltüntetem. Jó, és ugyanez vonatkozik rájuk is. Szuper! Na, nézzük itt Normandiát. Nagyon sok egységük van itt a szövetségeseknek. Nem szabad hagyni, visszavonuljanak. Át kell törni rajtuk. És meg kell ostromolni itt Brestet. Jó, nagyon szép, és most itt egy jó pár szövetséges divízió megsemmisült. Oké, a következő lépés, amit meg fogunk tenni, az egy prevenciós lépés lesz szerintem. Megpróbáljuk megtámadni a portugálokat. Kíváncsi vagyok, hogy működni fog ez a taktika. Itt pedig, ha már alig van védekező egysége a szovjeteknek, akkor támadjunk. Hopp, így. Nem, így. Na, így és így, igen. Jó, 108 hajónk van. Ezeket a hajókat behozom ide Dániához inkább. Oké, és gyorsan a doktrinákat is meg kell csinálnom. Haladni kell azzal is. Jó, soft attack, a support organizáció, így breakthrough. És kész is vagyunk. Jutland. Naval Invasion. Nem látok egyelőre semmilyen Naval Invasion-t kialakulóba, tehát ezzel most nem foglalkozok. Viszont 24 egységet most ki kell termeljek. Így bizony. Repülőgépekből a gyártást leállítom. Így bizony. Portugáliával háborút elindítom. Gyorsan előtte nyomok egy mentést. Á! Akkor így lehet, hogy most Portugáliát még hagyom. Helyette viszont foglalkozunk itt a brazilokkal. Illetve egy kicsit foglalkozunk a szovjetekkel. Ezért kell nekem ugye itt Portugáliát elintéznem, mert ilyen dolgok megtörténhetnek sajnos. Hogy így random partra szállnak, és ezt nem szeretném. Nagyon gyorsan menjünk oda, portugál partokhoz, vagy partokhoz, fronthoz. Próbálkozzunk meg azzal, hogy mi itt így megtámadjuk őket. Jó, illetve az olaszoknál kell működnünk. Jó,
Oké, full agresszív. Oké, és nézzük csak, Chinese United Frontba lépett be, tehát nem is a szövetségesekhez az új szuper. Jó, itt ne támadj. Bolzánot visszavették, jó. Oké, lenyeljük. Helyette ez itt egy jobb választás lehet. Meg kell próbálni. Jó. Tehogy ezt is itt megpróbáljuk. Szuper. Overrun, az nagyon jó. És itt is tisztolgassuk ki ezt a részt. Nagyon gyorsan le kell rohanni. Jó, szerencsére Portugálián a Lisszabonnál járunk most már. Elnyomok egy war propagandát. Egyesítem Dél-Amerikát, mert eléggé lassan megy a játék. És kíváncsian várom itt a történéseket. Jó. Oké, Portugália el lesz intézve. Szovjeteknél el kell indulni Danzig irányába. Illetve itt délen lenne jó elfoglalni Salzburgot, itt Velsznél. Ja, jönni kell szépen tovább folyamatosan. Oké, itt pedig hagyj támadjanak. Milánót jó lenne bevenni. Hát, ha sikerül. Ezt megpineljük. Ezt is. Jó, Portugáliánál mi a helyzet? Portugália kőkeményen védekezik. Mhm. Jó. Oké, Salzburg. Innsbrucktól keletre is kell jönni, és próbáljuk meg visszaszerezni Bolzánót. Jó. Most mehetünk Milánba. Vagy Milánóba. Salzburgot bevettük, szuper. Északon is jók vagyunk. Danzigban nagyon sok szovjet egység van. Azt ott le tudnám keríteni valami úton, módon. Akkor Danzig, hát az elég nagy veszteség lenne a szovjeteknek.
Jó, ti nem jöttek sehová. Mint ahogy ti sem. Jó, és itt a húsdarálót állítsuk meg. Magyarország még mindig szeretne belépni a háborúba, de nem fogom engedni. Legalábbis még egy kis ideig biztosan nem. Jó, Milán, let's go. Na, érdekes, Portugáliával megszívtam, úgy érzem. Viszont a többi területen jók vagyunk. Trebnyic jöhet. Így né. Jó blokk. Torun. És szépen ebbe a vonalba itt le kéne kerítenem a szovjeteket. Jó, és meg is van, sikerült is lekerítenünk, tehát akkor itt most egy ilyen manővert kell elnyomni. Nem szabad, hogy elmeneküljenek innen. Ja, hát a portugálok azok meg brutálisan sokan lettek. Na, itt most akkor kiválasztom a 34 egységemet. Portugáliánál itt maradt 18 egység. Felállunk partvédelemre, spanyoloknál, franciáknál. Illetve a Beneluxban. Egészen így. Ugye mivel Afrika is az övéjük, ezért itt is fel kell állni. Így bizony. És ehhez még fog csatlakozni. Hát nem tudom, hogy ezt a 24-et odaadjam el. Szerintem a felét odaadom pluszba még nekik. Sőt, így. És meg is jelentek finn egységek. Nekem kellene egy gyors reagálású hadsereg nekem. Aki ilyenkor tud menni és tud támadni. Azt a várjál csak.
ez itt, ha szemem nem csal, akkor egy óriási nagy lehetőség. Jó, na. Ó, te. Akkor így körülbelül ezek lesznek a gyors reagálású divíziók. Jó, Milánt is bevettük közben. Szuper. Támadjunk ide Alessandria fölé. Ne tudják, hogy mi a helyzet, ne tudják. Bolzano mehet. Itt is elfoglaljuk. Jó lenne, ha meg lenne Saló is, egyelőre az nincs meg. Kérdéses, hogy gyors reagálású hadsereg tud-e gyorsan reagálni? De úgy néz ki, hogy fog tudni. Jó, hát kérlek, ne foglaljanak itt vissza semmilyen területet, jó? Gödingen. Dingi-dingi. Jó, itt ezek el lesznek intézve, nagyon szép, meg is semmisülött portugál divíziótól kezdve briten át mindenféle. Jó, fegyverzetből hogy állunk, mennyi a plusz? 27 000, akkor csinálunk egységeket. 24-et, így inni. Support equipmentből nincs elég. Ezért választok le gyárakat. És építek is gyárakat. Jó. Army Offense. Ezt el is felejtettem. Így inni. Entrenchment Speed. Army Drill is jó lehetne. Army Logistic lesz viszont. Defcon 5. Defcon 4 lesz. Ide pedig Financial Expert. Pali jó. És még biztos találok jó és stabilitást, ad ő is jó. Jó, az agresszív pusht megállítom. Showfield Commanders, nem tudok promotálni egyet sem, nem baj. És itt majd a flottával fogjuk megcsinálni azt, hogy megpróbálunk partra szállni a briteknél. Stop.
Oké, és akkor nézzük, csak nézzük. Ide mehet a támadás, így né. Ez itt történjen meg. Jó, meg cserébe ez is. Nagyon jó ez így. Saló irányába tudnánk jönni. Hát, ja. Jöjjünk erre. És valahogy történik partra szállás, de nem fog sikerülni. Amiensbe sajnos sikerült nekik. René. Atomozzák Párizst. Le Havre-ba is partra szálltak. Jó, gyors reagálású hadseregből átviszünk oda egy pár divíziót. Szerencsére nem kell sokat. Jó, és itt vagyunk Bécsnél. Na. Ez lett volna egy nagy cél. Hogy Bécs meglegyen, és meg is lesz. Jó, és Königsberg megvan. Akkor így szerencsére ez is le lett kerítve. Ó, a gyors reagálású hadseregem nem tudott gyorsan reagálni. Tehát... gyors reagálású hadsereg szerveződjön át. Teljesen. És majd ezt orvosolni fogom. Addig is viszont... Brno... Jó, ezt itt jó, ezt meglépjük, ezt is meglépjük, mint ahogy ezt is. Jó, Brno, azt kell elfoglalni, ez kötelező. Nap, Königsberg, az jó, az még maradhat. De a többinél haladni kell. Na, gyors reagálású adosztályok. Nagyon gyorsan reagáljanak. Reagáltak is eddig, amint látom. Oké, na. Jól van, jó a helyzet.
szét kell szedni itt a szovjeteket. Csak az a baj, hogy ők itt nagyon be vannak ásva. Bárhogy is próbálom, nagyon nehéz lesz. Szóval a portugálokat kell eltakarítani. Az is nagyon sok egységet lefoglal, és ők jöhetnének ugyanúgy területet őrizni. Alessandriana itt ezt a területet visszavették északra. Nem baj. Jó, ott ha az a jugoszláv divízió meg akarja magát semmisíteni, akkor csak nyugodtan. Oké. Jó, a többit hagyjuk eddig. Vagy hagyjuk. Ez a 18 divízió helyet cserél ezekkel. És ők csak itt fogják védeni, akik a tőket írni. Fegyverzetből, tüzérségből pluszban vagyunk, szuper. Ja, hát ez a 24-es pedig megpróbál partra szállni Dover, Norwich. Így erre, ezen a részen. Jó, hát itt most igen, meg fog semmisülni egy pár egység, mert ezek még valahol kirándulgatnak. Sajnos, de hát ezt be kell nyelni. Mi pedig felállunk egy D-Day-hez. Megnézzük, hogy mire leszünk képesek, mit tudunk kezdeni. Ha a briteket kiütnénk, az óriási nagy előny lenne. Hát és ti hova mentek, rácok? Jó, megjöttek ide a finnek megint. Bordóba, amint látom. Hagy szálljanak partra, megengedem, hogy aztán be tudjam húzni a frontvonalat már is. Miha Frostot pedig hozzáadom hozzá ehhez a hadsereghez. Jó, irányba Bordó, ha nincsen itt több egység. Írni. És támadás. Tehát látjátok, Portugáliánál csak az erősebb egységek kellettek oda, és meg is vagyunk.
Portugália bemondta a kapitulátuszt, így pedig akkor megszállás alá kell helyeznünk, vagyis inkább védekezés alá kell helyeznünk ugye nekünk ezeket a területeket, de hogy Gibraltárt is, illetve mindent, ahol van kikötő. Nizza, így Bordeaux, La Rochelle. És végig egészen idáig Észak-Németországig. Jó. Ugye ez a 12 egység csatlakozik hozzájuk, és akkor így már is több egységgel tudunk védekezni, mint amennyink van, vagy kell. Ők is hozzáverődhetnek, igen. English Channelbe ki fogom hozni a repülőket. Mindet, mert van egy pár. Jet Fighterből is van. Mindenből is van. Hajó, port strike, logisztikus, stratégiai bombázásnál mehet ez. És ki fogom hozni őket ide. És a flottát pedig megpróbálom egyesíteni. És Naval Invasion Supportra így, és őket pedig elindítani. Valamilyen szinten védekeznek a britek, de nem annyira, mint amennyire kéne nekik. Jó, és full agresszívba. Mehetünk is tovább. Jó. És áthoztam minden egyes egységet, tehát itt a briteket földbe kell döngölni. London csak kerítsük le igazából, mert nagyon sok egységük van, és hogyha lekerítjük azok ott amúgy is éhen fognak halni, illetve akik Londonon kívül esnek, azok igazából encirclementben lesznek benne, azaz le lesznek kerítve. Jó, irány Manchester. Itt pedig Olaszország. Valamiért van Olaszországnak területe. Nem baj. Jó, és Londonba is elkezdtek megsemmisülni az egységek. Nézzük csak, hogy hogy állunk. Britek nem sokára kapitulálnak. Rajtuk kívül pedig már csak az USA lesz hatalmon, vagy nagy hatalom, inkább így mondanám. És akkor tulajdonképpen meg is leszünk a szövetségesekkel, onnan béke konferencia lesz, és tudunk majd szépen tovább jönni. Na, így viszont, ugye most már megszállás alatt kell tartani a brit szigeteket, minden egyes kikötőjét, így bizony, a francia partokat, annak is minden egyes kikötőjét,
Észak-Németországot, mert Norvégiában még ott vannak. Spanyolországot, Portugáliát. Gibraltárt, az nagyon fontos. És Dél-Franciaországot is nagyon fontos megfelelően megvédeni. És így problémánk nagyon már nem eshet. Mennyi egység kell? Így sok, de így már annyira nem sok. Jó, ehhez még képzek 24-et. Britek kilőve. Olaszok kilőve. Hollandia kilőve. Van az USA. Van a Szovjetunió, és nagyjából úgy készen leszünk. Jó, ide pedig azt fogom megcsinálni, hogy kíváncsi vagyok, mit tudunk tenni, hogy egy ilyen battle plannel el tudunk-e indulni, és ha igen, akkor tudunk-e előrefelé menni. De amit látom, igen, tudunk, és elég szépen tudunk. Varsót elfoglaltuk. Hamarosan miénk lesz Bécs. Össze leszünk kötve Magyarországgal is. És akkor még itt van nekem egy 24-es hadseregem, akik ugyancsak megpróbálkozhatnak egy full agresszív támadással. Valamiért lett itt egy Hollandia, ami tök független lett. Senkinek kérdezze, hogy miért. Ötletem sincs. Gyorsan leszakítjuk a kikötőit, véletlenül se tudjanak behúzni ide egységeket. És gyorsan megpróbálom kapituláltatni őket. Jó, flottát azt visszahúzom, ők nem fognak kelleni egyelőre. Annak viszont örülnék, ha a spanyoloknak lennének egységeik, mert nincsenek. Jó, egy kicsit tisztogassunk. Jó, és Hollandia megint kapitulált, akkor itt tisztogatásra már nincsen szükség. Jó, Danzig is el lett intézve. És úgy néz ki, hogy össze fognak érni Magyarországgal a területeink, tehát itt most a frontvonal elég csúnyán fog átrendeződni. Tehát 48-nak a fele így ide fog becsatlakozni. Mint ahogy ez a 24-es is. Így ők pedig itt maradnak, szépen védekező divíziókká változnak,
Így ugye, hogy a britek kapituláltak, így most már eléggé könnyű dolgunk lesz. És így most már a légierőt is át tudom rendelni adott területekre. És például Szlovákiában fog légierő tevékenykedni. És nem tudom, nem tűnik fel az egységeimnek, hogy üres területek vannak itt Olaszországban? Nem úgy néz ki, mintha tudnák. Jó, és hát a britek ugye itt meg vannak szállva. De ezt itt elfelejtettem. Így, né? Megkapnak egy új hadsereget. Mi pedig megyünk előre szerencsére minden fronton. Jó, és nekünk ide ez a 24-es hadsereg lesz elég. 1, 2. Így. Így jó is. Jó, na, a többi pedig megint csak doktrina, illetve kaptunk megint egy adag szabad gyárat, mivel ezt fogom tenni most arra, azért kíváncsi vagyok. Igen, már csak itt a szovjet frontok környékén sérül bármiféle építményünk, épületünk. Ami szuper, mert így legalább tudunk építkezni folyamatosan. És itt ezeket el kéne intézni, srácok. Ne hagyjátok magatokat, San Marinóba is be kell menni ugyanúgy. Úgy néz ki, hogy a szovjetek amit tudnak menteni, azt mentik és kihúzzák az olaszoktól az egységeiket. Viszont hát mi még mindig túlerőben vagyunk itt a fő frontjukon. Egységeikből nekik sokkal több van. Mert mondjuk ők háborúba állnak itt a szövetségesekkel, meg mindenkivel ugye Közép-Ázsiában. Tehát nekik ennyivel is problémásabb. Eperjest elfoglaltuk. Isztriát is, Trieszből kirúgdossuk ezt az egy egységet. És mindjárt Rómába vagyunk. Jó, srácok, lányok, ez a videó így ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor kérlek egy lájkot és feliratkozást dobjatok. Hamarosan jövök a következő résszel, addig is, sziasztok!